Érkezik a lánctalpas aszfalt terítő munkagép, hamarosan ugyanis burkolatot kap Kemecsén a 100 hektáros ipari terület megközelítését szolgáló feltáró út. Ezzel a beruházással a város egy régi adósságát teljesíti. Erről a területről azt lehet tudni, hogy 20 évvel ezelőtt elkezdtünk gondolkodni abban, hogy a településnek az a legnagyobb problémája, mint minden a környező településeknek, hogy nincs helyi bevétel. A helyi bevétel azt jelenti, hogy nincs helyi gazdaság. Ha a helyi gazdaságot akarunk létesíteni, akkor ahhoz területre van szükségünk. 20 évvel ezelőtt elkezdtük fölvásárolni itt a település észak, vagyis délnyugati részén a területeket, és 100 hektáros területet 1/1-es tulajdoni hányadban az önkormányzat most már birtokol. Ez azt jelenti, hogy egy egybefüggő terület, és ráadásul ez a 100-as vasútvonal mellett helyezkedik el, a település déli részén így is fogalmazhatnánk. És ide természetesen az a tervünk, hogy most már a megközelítése és a közművel való ellátása is most már megtörténik. Szerintem ez 1-2 hónapon belül a beruházás be fog fejeződni. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk ide befektetőt csábítani és munkahelyeket teremteni. A közel 1,3 milliárd forintos beruházás egyik fő elemét, ez az 500 méter hosszúságú, csapadékvíz elvezetéssel ellátott, nagy teherbírású út kialakítása jelenti, de része az 514 méter hosszú gyalogút, valamint az 566 méternyi közvilágítás is az út mellett. Sőt, a 100-as vasúti vonalon egy átjáró kiépítését is tartalmazza a projekt. Ez különleges technológiát igényelt, hiszen a vasút alatt kellett átvezetni a csapadékvizet, ezzel a mérföldkőnek számító beruházással lehetővé válik az ipari terület megközelítése Nyíregyháza irányából is, elkerülve Kemecse lakott területét. Ráadásul a térségben egyedüliként közel 100 hektár összefüggő ipari területen tudnak helyet biztosítani az ide érkező befektetőknek. A beruházás elsődleges célja ugyanis a város és a térség gazdaságának jelentős fellendítése, így pozitív hatást gyakorolva a munkanélküliségi helyzetre is. Nagyon fontos egy település életében, hogy az adottságokat használja ki. Azt gondolom, hogy Nyíregyháza közeltsége, a közel 20 km távolság az Kemecsének azt jelenti, hogy igenis szükség van olyan ipari parkra, olyan ipari területre, ami a Nyíregyházára érkező nagyobb beruházók, alvállalkozói is megtalálják a számításait. Ez egy kisebb terület, kisebb költség, azt gondolom, hogy nagyon ezért fontos ez a mai beruházás, hiszen ezzel elindult egy munka, elindult egy olyan fejlesztés, aminek az eredményeként 2-3-4 év múlva az ipari park betelepülhet és kiszolgálhatja a nyíregyházi nagy vállalkozókat. A tervek szerint 6-7 múlva már járható lesz az út, amelynek kiépítését később szeretnék folytatni és összekötni az autópályával. Ezzel is növelve a település lakosság megtartó képességét és vonzóvá téve Kemecsét az ide települők számára.